Üdvözlök mindenkit! Itt vagyunk egy újabb videóban. Ott készülnek a képek, a verg képek Rikári úrra. Atta, mint régen, amikor Bánkon voltunk, újra összejött a nagy csapat. Ki kell használni, amikor nem fúj a szél, mert egyébként meg rohadt nagy szél van. Itt vagyunk Nagykátán, és talán ezt elmondhatjuk, mert nem titok, mindenki tud róla, hogy itt szoktak állni járművek. Most már villamos nincs, egy régebben meg filmeztem, meg több busz volt itt. Most már csak ez a 251-es Ikarusz 280T áll itt mögöttünk. GVM. GVM, kifakulva. Eléggé kifakulva, megártott neki a sok nap. És itt van Ricsi. Nem tudom, melyik az érdekesebb, ezt írjátok meg. Azért szerepelek, hogy legyen nézettsége a Bence videóján. Így van, felhúzza a csatorna. Igen. Iratkozzatok fel rám, és iratkozzatok el a Ricsire. Iratkozzatok fel Bencére, mert olyan kevesen vannak. Bencéni olyan kevesen vagyok. Egyébként azt elárulhatom, hogy nálam ez egy videó lesz, mert megyünk majd egy másik helyszínre is. Nálam. Szintén, akkor nálad is. Szintén régi járműveket filmezni. Úgyhogy nem csak itt Nagykátán, hanem majd Tápió. Szőlősről is be fogunk jelentkezni, de akkor nézzük meg egy kicsit közelebbről az itteni trollit. No, egyébként itt közben, amíg Ricsi a másik oldalát veszi a busznak, meg filmez, addig gondoltam, hogy én is. Ugye a 251-es trolliról, hát nekem, vagy GVM-ről nekem sok élményem nincsen, vagy sok emlékem nincsen. Így nem voltam sohasem sem buszoknál, sem semmilyen más járműnél pályaszám fanatikus. Az érdekessége talán az, hogy én már ugye filmeztem, és 19-ön voltam itt, azt hiszem. És szerintem, elnézést, szerintem ő már akkor is itt volt. Ugye másik érdekesség a GVM-ekkel kapcsolatban, hogy Szeged egy pár GVM-et kölcsönvett a budapesti forgalomból, hát ami ugye most már nálunk Budapesten nem szerepel a napi közforgalomba, és nemrég pár nappal ezelőtt, nem tudom mikor megy ki ez a videó, lehet, hogy nektek már egy héttel ezelőtt már el is ment az egyik Szegednek. Ugye ez a háromszög, ez egy érdekes dolog. Én úgy tudom, hogy azok az emelési pontjai az autóbusznak, és valószínűleg ez így is van, mert egyébként amikor vitték most Szegedre, akkor pontosan itt volt megemelve, és meg volt emelve, és akkor hátulja len volt, tehát a hátsó kerekén gurulva, vagy hátsó kerekein gurulva, ha jól láttam a képeken, vitték a trollit Szegednek, de hát már be is dzsindzsásodott, mint látjátok, szegényke. Hát innen pedig egy ilyen snittet is tudok nektek lőni, garázsmenet táblával. Sajnos az Ikarus felirat az már nincs meg. Lehetséges, hogy ezt leszette a tula, és esetleg ki van állítva valahol. Nekem is van egyébként ilyenem, nem innen, hanem bontóból, ugye a feféből. Én is volt, hogy kértem ilyet. Egyébként más jármű is van, bár azokhoz még annyi közöm sincsen, sőt azt sem tudom, hogy ott hátul az milyen jármű akarna lenni. És mondtam, hogy itt volt egyszer egy villamos, de és hát nem egyszer, hanem akkor, amikor legutóbb voltam, az valahol itt volt kiállítva. Talán nem is egy volt, vagy egy volt? Na mindegy, erre nem emlékszem, de már nincs itt. A tulaj úgy látszik megvált tőle. No. Közben megy a spotting, úgyhogy hagyjuk Ricsit filmezni, én ezt most elengedtem. Dupla laminátás történet. És kicsit spottingolni fogunk itt a nagy elhagyott járművek megtekintése mellett. Kitaláltuk, hogy ha már erre jövünk kocsival, akkor kicsit kijövünk spottolni, hát ha jön valami érdekes. Hogyan készült? Dolgozott a Rikári stúdió. Figyelj, nem volt rossz, nem? Dupla laminátkás. Ja, csak a fény, tök ellenfény. Ja, igen. Egyébként Tápió, Szent Mártonon vagyunk, srácok, és megyünk spottolni. Rikári elhozta a teljes stúdióját, szóval a Nikonos felvételből sokat úgyse fogtok látni, soha. Dehogy nem. 2612. De tényleg, Ricsi, ez jó út. Na, akkor a Rikári felső vezetékes tanfolyamon. Ugye itt található a felső vezeték, vasbeton oszlopok, ugye? Itt ez a fajta épült ki, ugye minden fénytárgy, minden le van földelve. Azt láthatjátok, megmutatom nektek, nem jön el a vonat, hogy közben erre passzol. Látjátok, hogy itt megy a földelés, és oda a sínre van rákötve. Ugye mindent le kell földelni, hogy
hogyha véletlenül zárlat van, akkor nehogy valakit megvágjon az áram, hogy mondjuk jön ide a PFC, és ne akarja cserélni ezt a 40-est 20-asra. Ezt akartam pont mondani, hogy 20-asra. És ott marad, nem tudja lecserélni, mert szénlég. És mennyire van a vezeték? Az egy értékes infó. A felső vezeték az a sínkoronától, tehát ugye a sín felső síkjától 6 méter 25 centi, tehát 6250 mm magasságra van normál esetben. Persze lehet felüljáróknál, alagutaknál lejjebb, de ez a vonat érkezik. Ez az alap, közben mondanak valami vonatot. Tehát ha én 2 méter vagyok majdnem, akkor tőlem olyan kicsit több, mint 4 méterre van. De ha középre beállok, akkor lejjebb vagyok, tehát a 4-4,5-re van tőlem. És egyébként azt hiszem másfél vagy 2 méterre lehet megközelíteni, ez a szabály, mert egyébként áthúz, tehát nem kell hozzáérni a vezetékhez ahhoz, hogy megrázzon. A szakembereket engedik fél méter, közelségbe, de ott már nagyon figyelni kell, tehát ott tényleg rutin kell hozzá, meg ilyenek. Tehát az átlag vasutas se, ott is a másfél vagy a 2 méter van az E101-esbe leírva. A szerelők, a szakemberek, ők közelebb mehetnek, mert ők tudják, hogy mi a csízió, meg gyakorlatuk van benne. A végére egy bulvár kérdés, milyen a szabadság? Nagyon jó érzés szabadságon lenni. Ezen a hétvégén csak 3 napot fogok dolgozni. Hétvégén, héten? Vagy bocsánat, ezen a héten csak 3 napot fogok dolgozni, kedden, csütörtökön és pénteken. Ez egy nagyon jó hét. Rikári kedvenc országának vonata fog jönni, mármint hogy ahova megy, Románia, ő onnan nyomja meg a spottingot, én pedig majd innen fogom, már a sorompó lement. Hát mutatom nektek, mert azokat a videókat sose fogjátok látni. Közben már átjöttünk, srácok, Tápiószele állomásra. Itt van Rikári. Adta. És egyébként meg egy olyan iparvágányon állunk, ami nincs már használatba véve. Ezt a Tápiószelei iparvágányt én már bejártam egy régebbi videóba. Sőt, a Szeretlek Magyarország, amikor készített velem egy mély interjút, akkor azt a képemet használta fel, ami ezen a vágányon készült, úgyhogy már onnan is ismerős lehet. Itt fogunk még egy keveset spottingolni. Mielőtt elmegyünk Szőlősre, ahol pedig szintén elhagyott villamost, metrót és hasonlókat nézünk meg, meg Rikárit. Meg Rikárit. Megnézzük Tápió Szőlősön, Rikári más-e, mint egyébként Szelén. Te is más vagy, te sem vagy más. Na most ez bánhatott hete, mert ez egy tényleg különleges kis volt viszont. Igen. Mert ebből csak egy van. Tényleg? És ez az egyes kis volt. A legelső. Hú, hát ezt nagyon sajnálom. A legelső. A legelső kis. Az egyes. Biztos? Igen. Mert 001, igen. Nem volt 000-as? Ne. Ja, nem. Prototípus nem volt. Nem volt. Ez nem olyan, mint a Nohab. És ebből is el van ásva 20 darab a bakonyban. Nem, ez nem a bakonyban van elásva 20 darab, hanem Dunakeszi alatt, egy ilyen mély pincébe. Ja, értem. És nem 20 darab, hanem 21. 21 van elspázolva, hogyha háború van. Háborúba, persze, igen. Majd mikor Putyi jön, kikapjuk őket. Srácok,
különleges nap van, egyfeles, megengedek magamnak. Én nem szólalok meg inkább. Bejöttünk ajánlni, aztán megyünk tovább. Ugye, Ricsi? Igen, csak hát az iPhone-ok olyan gyengék, hogy állandóan tölteni kell. Hát ez is 900. Hát jó, mert a tiéd gagyi. De föltöltöttem vele az egy órás videót reggel. Mondjuk az menő akkor. És videóztál egy csomót. És videóztam. Egészségedre, hete. Cumbor. Sörrel már lehet kocintani. Azért már megérdemeljük az ebédet. Rikágy bécsi szeletet oszik. Igen. Mi Amerikát majmoljuk. Attával. Rikári igaz magyar. Ja, azért eszik bécsi szeletet. Keresztény igaz magyar, látod? Az az enyém. Egyébként az övé. No, kajával végeztünk, itt megy a csapat. És hát Szőlősön vagyunk, ahol én már jártam, meg igazából mindenhol jártam már, ahol ma jártunk, de így egyben, meg hát nagyon régen. Szerintem sok néző nem is emlékszik rá, mert akkor még nem nézett. Itt pedig bengáli is van, valami német villamos is van, meg metró is van. De egyébként egyre lepusztultabb ez a hely, mert amikor itt legutóbb voltam, akkor nem volt így benőve gazzal, stb. Bár el van kerítve, de itt van, mindjárt látni is fogjátok a egyik járművet, sőt mindegyiket, innen jól lehet látni. A többiek meg majd eldöntik, hogy ide most mi bemegyünk-e vagy sem, mert egyébként meg mindenhol lyuk van a kerítésen, stb. Itt vannak a járművek. Engem nagyon meglepett a helyszín, hiszen én nagyon régen jártam itt, ugye itt nincs vasút, tehát én csak autóssal tudok eljönni. Itt tulajdonképpen már csak oszlopok vannak, tehát kerítésről már nem is beszéltünk egyébként, amúgy sincs kerítés. Szóval, hogy ma már olyan, mintha tényleg felhagyták volna ezt az egészet, és pont nem érdekelné senkit, hogy itt most bemegye, nem megye. Ettől függetlenül ez egy komoly elvi kérdés nyilván. Közben Ricsi is ologol. De láthatjátok, hogy eladó gépek. Tehát, és akkor ugye bent van egy-két metró, konkrétan kettő. És akkor egy bengáli, meg egy, azt mondta Ricsi, Tátra, az a német, az Tátra. Egyébként hete az Tátra? Azt Tátra. Jó, én ezt nem tudtam, de az köz... 3-as vagy 2-es, nem tudom. Nem ismerem annyira a Tátrákat. No, akkor közelebbről is a járművek. Itt a Benga. Tehát kárt nem okozunk. Úgyhogy én úgy döntöttem, hogy ide beúlnexezünk. És megnézzük ezeket a járműveket közelebbről. Például a bengáli, hát elég csúfos állapotban van. Nagyon bengál. No, amíg a Ricsi megnézi a bengát, addig én megnézem a metrókat, amik, hát én azt például nem tudtam, mert ugye kívülről nézve ez nem jött át, hogy ezek tulajdonképpen beton elemeken állnak. Hát, nem semmi. Ó, gyerekek. A gyerekkorom. Mennyit ültem ilyenen. De hát ez teljesen felhagyta valószínűleg a tulaja, és azt nagyon sajnálom. Mi, ahogy Ricsi is mondta, természetesen semmit nem viszünk el, semmit nem rongálunk meg, de hát csúnya hangzik, ez nem is nagyon van mit. Hogyha ilyen célunk lenne, de nincs ilyen célunk. No, miközben Ricsi folyamatosan tolja a csideókat. Hoppácska! Ezt nem tudtam, hogy ez ilyen egy oldali ajtós, de hát ezt nézzétek meg, hát itt... Ez a helyzet. Jelenleg. Szomorú! Szomorú, mert biztos, hogy ezzel nagyobb tervek voltak, és közlekedés kedvelőként és szeretőként ez egy szomorú látvány.
hogy így végezték, így ez lett a sorsuk. Hát nézzétek meg, tulajdonképpen a padlózat sincsen már meg. Itt pedig a vezetőállás. Jó kis német feliratokkal. Most nem látom a pályaszámát, ez hanyas kocsit. Nézzétek meg, ez a régi EV szerelvény. Mindig ez ugye le volt kívül belül festve ez az ajtó, ami a vezetőállásba vezetett. De volt, amelyik kívül belül le volt kaparva. És akkor gyerekkorunkban mindig ezen átnéztük, hogy hogy vezetik a bácsik meg a nénik a metrót. És ez nagyon érdekes volt akkoriban nekünk. Igen, sajnos pályaszámot nem látni. Aha. Ez a 131-es kocsi volt, ugye hát le vannak róla lopva, mert ugye fémből voltak a számok, de ugye a festékben a nyoma látható. No, és egy kis játék. Jön a villamos, és itt a felső vezetéktartó oszlopa, illetve egy 51-es villamos megálló. Majd mindjárt közelebbről is megmutatom, mert így a távolból csak így a villamossal, így a poén. Nagyjából így. No. Ott a megálló tábla. No, ilyen a másik metrónak a belseje. Hát ez sem jobb, mint láthatjátok. Sajnos, és sajnos a graffitisek is uralmuk alá vették. Egyébként ez nem is olyan szürke 50 árnyalata, az a könyv az nem is olyan régi. Hát régi, csak hoppá, bogarak. Kár, hogy nincs egy dátum, egy konkrét dátum. De van 2013. április 2-ától április 30-ig. Tehát az azt jelenti, hogy ez 2013-ban, ez még egy forgalmi kocsi volt. Hiszen, ha nem így lett volna, igen, itt is 2013. március május 15-ig, tehát ez még 13 közepén még forgalmi volt. Ugye ezt a reklámokból tök jól ki lehet matekolni, hogyha nem tudod fejből. Nem semmi szomorú sorsa lett ennek a metrónak is. Bengát még nem is mutattam nektek belül, ilyen a vezetőállás. Hát igazából mindenki van belőle szedve, szegény 808-asból. És hát a... tulajdonképpen az a baj ezekkel, hogy ezeket régen én úgy tudom, hogy árulta nagyon sokáig a tulaj, és nem volt rá kereslet. És az a baj, hogy ezek annyira szétrohadtak, és sajnos szétszették, és az idő is elbánt velük, hogy igazából most már közel értékelhetetlen szerintem az állapota. Bár nem tudom, mert nem vagyok jármű felújító, hogy ezekkel még lehetne-e mit kezdeni. Ugye itt van a B vezetőállás. De hát itt sem jobb a helyzet, nézzétek meg. Sajnos. Nagyon sajnos. Ott egy ásványvíz reklám, nézd.